Gyártó és szoftverfejlesztő vállalkozásoknak szervezett webináriumot a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A konferencia témája a DigitBrain elnevezésű Európai Uniós támogatás volt, amelyet mikro, kis és középvállalkozások vehetnek igénybe. A pályázat gyakorlatilag egy visszanemtérítendő támogatás, csak nem 100 000 eurónak megfelelő összeget nyerhetnek el a pályázó vállalkozások, konzorciumban tudnak pályázni. A tender fő célja a gyártás optimalizálása, vagyis az elnyert forrást a működési hatékonyság és a versenyképesség növelésére fordíthatják a vállalkozások. A pályázat technológiai feltétele az úgynevezett digitális ikertestvér létrehozása, amely egy szimulációs program. Amit ki kell dolgozni, nyilván az adott pályázó vállalkozásnak a tevékenységéhez igazodóan. Ugye ez azt jelenti, hogy a gyártási folyamatot modellezi, és a valós gyártási környezetet imitálja, és tervezhetővé teszi, vagy láthatóvá teszi, például a karbantartási folyamatokat, azok időbeli ütemezését. Továbbá így a vállalkozás előre vetíthet bizonyos hibákat is, amelyekre a programnak köszönhetően az adott cég már fel tud készülni. A pályázatokat május 31-ig lehet benyújtani.